Tanítok a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban, akkor miért, mi hajt arra egy gimnáziumot, hogy egyáltalán néprajzot tanítsanak ebbe a gimnáziumban? Nagyon kevés gimnáziumban foglalkoznak, hogy 9. évfolyamban néprajzot tanítanak. Ennek az iskolának, a Bonyhádi Gimnáziumnak fontos ez a feladata, hiszen aki nem ismeri a saját történelmét, nem ismeri a múltját, nem ismeri a saját kultúráját, annak jövőképe sincs. Mit jelent ez nekünk, hogy jövőképünk legyen? Tehát úgy fogalmazom a diákok számára, hogy aki amilyen mélyen ismeri a saját kultúráját, saját történelmét, történelmi tudattal gondolkodik, annak ugyanilyen messzire nyúlik a jövőbéli képe is. Ez mindennél fontosabb a mai ember számára, mert tudjuk, hogy vannak törekvések, határon innen és túl, ebben az Európában, hogy bizony elsorvasztanak a különböző nyelvekkel bennünket, hiszen rengeteg idegen szó röpül már is Magyarországon a föliratok fölött, és egyre több szót felejtünk és veszítünk el a magyarságunkon. Ugyanúgy, ahogy állatfajok pusztulnak, növényfajok pusztulnak ki, ugyanúgy pusztul a magyarságunk nyelve, a nyelvi tudata, a szépen megfogalmazott gondolatokat már nem tudunk megfogalmazni. Nem véletlenül az a vicc, hogy hazakísérhetlek, szól a ifjú hölgyhöz, és mire a válasz, meghát. Na körülbelül ez a mi ritmusunk, ez lenne a mi jövőképünk? Azt hiszem nem. Miért fontos ez a mi számunk? A rendszerváltástól, amit annyit emlegetünk, bezárt 100 házipari szövetkezet és 150 igazi néprajzi volt. Ez az egyik legnagyobb sérelmünk, hogy annak idején hiába akartuk megmenteni például a Decsi vagy más házipari szövetkezeteket, ők nem kaptak egyetlen egy fillér finanszírozó tőkét sem, hogy amikor egy házipari szövetkezetnek több száz, vagy például a Decsinek több mint 2000 bedolgozója volt, amikor a mi kézi munkáinkat határon messzi túlvittük, tengeren túlvittük, és tudtuk értékesíteni, addig ma nem tudjuk értékesíteni, és elnagyoljuk a mi híres kézi munkájukat. Amikor az arab sejkek ruháin a francia hímzésből merítenek, és százezreket adnak a ruha költemények díszítő elemeire, addig a magyar díszítő elemek, amíg gazdagabbak egész Európa kulturális díszítő eleminél, nem kerülhetnek ilyen helyzetbe, mert nincs, aki ezeket patronálja és feltarolja. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan őrizzük meg ezeket a néprajzi értékeinket, legyen ez hímzés főleg, vagy ehhez kapcsolódó díszítő elem, ami díszíti a ruhákat, ugye a gyöngy, vagy a csodálatosan szedések az ingen, vagy ez a nyakkendő, ami például a sárközi fékötő motívumot próbálja idézni, természetesen már messze nem úgy, ahogy az 1930-as években készítették, csodájára járhattak annak idején távol keleten, messze Amerikában, vagy éppen Brazíliából érkezett haza egy híres sárközi hímzésünk, ami ma a szekszárdi Vosinski megyei múzeumban látható. Én azt gondolom, hogy amikor itt, ebben az intézményben azon gondolkodik egy idejárt diák, negyedik éve rendezzük meg ezt a jelenlegi találkozót, és ugye ő már egy éve nincsenek az iskola életében, mert egyetemre ment, főiskolára ment tovább tanulni, és mégis visszajár, és őnek így nyitottak. Hogyan nyithatna erre más intézmény, más iskola? De nem, hogy más iskola, hanem hogyan találhatnánk meg? A bor kultúrának kezd fellendülőbe lenni az ága. És hogyan lehetne, ha a borunkat a mi kézi munkáinkba csomagolnák? Egy szörnyű példát szeretnék mondani. Nagyon szörnyű, és akik ezért felelősek, és véletlenül meglátják ezt a filmet, vagy ezt a riportot, tegyenek róla, hogy ne legyen ez, ne fordulhasson elő. Amikor Buzsákon jártam nem túl régen, és beszélgetek az ottani asszonyokkal, és mondtam, hogy hát bizony elnagyolják már ezeket a motívumokat, mi az oka ennek, hogy nincs idejük talán, hogy szép buzsáki motívumok jelenjenek meg?
akkor a következőt mondja az egyik asszony. Hagyja el csak, a minap voltam fönn Szentendrén, a néprajz is a idegen forgalom egyik fellegvárában, és mit tapasztalatok? Próbáltuk eladni a buzsáki mintát. Mire azt mondja az eladó, illetve az egyik bazárosnak a tulajdonos, hogy nézze, hát tele van itten buzsáki mintával. Oda nyúlok, mondja, megnézem, és nem fogják eltalálni, de igen, eltalálhatják, Made in Kína felirattal. Szégyen, hogy egy idegen távol-keleti ország buzsáki motívumot Kínában gyártat le, és ezt hagyjuk, hogy a Szentendrén még árulják is. De nem csak erről van szó, hanem a mi értékeink, a mi kincseink, a mi valódi, Harpagon egykoron ugye írják, hogy a ládájának a tetején ül és számolja az aranyait. Nekünk ez az aranyunk, ami a kezünkben van, ami a lábunkon gyökeredzik, ami a szívünkön terjed elő és terjeszkedik, akkor vannak mások, amikor a polip karjaival megfogja az áldozatát, úgy fognak meg bennünket is határon innen és túl, mint a polip az áldozatát, hogy elnyomják a mi kincsünket, értékeinket. Harpagon ráért számolni az aranyainkat. Nekünk ez az aranyunk. Nekünk erre kellene a legjobban odafigyelni és vigyázni. Ezért vagyok hálás azoknak a diákoknak, akik ma felveszik ezt a népviseletet, amit megmutatják a székely vagy más népcsoportjaink táncait, ami szintén rendkívül gazdag. Tessék megnézni, hogy a magyar néptánc kincstára vagy motívumtára micsoda fantasztikus elemeket tartalmaz. Nincs még egy olyan állam itt Európában és Európán túl, aki ezt tudná produkálni. Azt gondolom, hogy aki ma eljött erre a rendezvényre, nem bánta meg. Aki eljött erre a rendezvényre és Sakalló Zoli bácsit hallgatta, megérezhette azt az ízt, azt a zamatot, hogy az erdélyi emberek beszélgetnek, szinte dallamosan szólalnak meg, és olyan nyelvjárásban és olyan hanglejtésben, amit sehol más nem tud beszélni. Ez felejtődik, fogy, kopik, ne hagyjuk. Hiszem az előző gondolatokhoz egy szép Gara idézet illik, hiszen akiről szólt a mai napunk is többek között, dr. Martin György, táncos, néptánc kutató, megérdemlő, hogy egy Garai idézettel búcsúzunk tőle, Szekszárd szülöttje Garai, én viszont szekszárdi vagyok, és szeretem Garait idézni. Csak törpe nép felejthet ősnagyságot, csak elfajult kor hős elődöket. A lelkes eljár ősei sírlakához, s gyújt régi fénynél új szövetneket. S ha jelennek halványul sugára, a régi fény ragyogjon fel honára.